Miközben Magyar Péter Brüsszelből dicsekszik európai parlamenti mandátumával, a Digituna BRFK garázdaság rongálás, illetve a listavezető által elszedett telefon Dunába hajítása miatt is nyomoz ellene. Szakértők szerint azonban ennek ellenére a Magyar Péterféle jelenség akár tartós is lehet. Közben a baloldalon sorra buknak el a hárompárti szövetség politikusai. Balázs folytatja. Elemzéssel köszönjük szépen, itt van velünk Rottyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy látja a jelenlegi helyzet alapján, milyen jövő, politikai jövő várhat Magyar Péterre, akár itthon, akár Európában, az Európai Unióban? Hát több olyan tényező van, amelyik egyszerre támogathatja Magyar Péter megmaradását, de akár hátrányokat is jelentett számára. Az egyik ilyen tényező, ez a bal oldalon belüli politikai versengésnek a léte vagy annak a hiánya. Az európai parlamenti választások után, és hát azóta is látjuk, hogy gyakorlatilag a baloldali pártok a megszűnés állapotban vannak, prominens baloldali politikusok alig maradtak, igazából Gyurcsány Ferenc és köre az, aki még létezik. Ez nyilván Magyar Péter számára egy pozitívum, viszont ahogy Magyar Péter megjelent a semmiből, úgy bármikor megjelenhet valaki más szintén a baloldalon, és miután Magyar Péternek nincsen egy elkötelezett szavazóbázisa, ezek a szavazók, hogyha egy új történettel találkoznak, egy új reménnyel találkoznak, akkor nagyon gyorsan át is pártolhatnak. Nagyon jó példa erre a Momentum, ők is egyféle reményt jelentettek, majd ahogy megjelent Magyar Péter, eltűnt ez a párt, tehát Magyar Péter is járhat így. Másik szempont, az, hogy Magyar Péter miként tud integrálódni, úgymond a nemzetközi, vagy legalábbis az európai politikai térben. Ugye látszólag Magyar Péternek egy nagy siker az, hogy az Európai Néppártba felvették, Manfred Webernek a támogatásával. Ugyanakkor ezáltal Magyar Péter egy háborús koalíciónak a része lett, és hát a magyar társadalomból tudjuk, hogy elutasítja a háborút, illetve elutasítja azt is, hogyha valaki külföldi segítséggel próbál meg Magyarországon hatalomra jutni, és Magyar Péter számára, bár ez az integráció láthatólag jelentett egy előnyt, de ugyanakkor jelentett egy hátrányt is. Mennyire kerülhet nehéz helyzetbe, bocsánat, hogy közbevágok, akkor, hogyha szavazni kell mondjuk. Tehát akkor mondjuk szavazni kell ezekben a kérdésekben, amelyben egyébként az Európai Néppárt az elmúlt években sorra együtt szavazott a baloldallal, a zöldekkel, liberálisokkal, lásd migráció támogatása, lásd a háború támogatása, ha majd szavaznia kell, és ki szavaz az Európai Néppártból, úgymond, akkor mi lehet ebből? Hát jó kérdés, hogy szavazhat egyáltalán ki. Valószínűleg nem szavazhat ki majd az Európai Néppártból, ugye azt kell látni, hogy az a háborúpárti koalíció, amelyik felállt, néppárti, szocialista, liberális koalíció, ez háborúpárti, migrációpárti és LMBTQ támogató. Ezek mind olyan kérdések, ebben a magyar társadalom konzervatívabb, vagy inkább elutasítja ezeket. Tehát ha Magyar Péter elkezd ezekkel a pártokkal együtt szavazni, és valószínűleg neki, mint néppárti tagként ez lesz majd a feladata, az pont azt eredményezheti, hogy neki bár lesz egy pártja, de ez egy kisebbséget fog Magyarországon képviselni, és 2022-es országgyűlési választás alkalmával láttuk, hogy ez nem egy olyan pozíció, amiből fel lehet nőni ahhoz a mérethez, ami szükséges ahhoz, hogy a Fidesz-KDNP-vel fel tudja venni a versenyt. Magyar Péter ugye most azt mondta, hogy hamarosan egy országáróvidéki körútra indul ismét, hogy a kisebb településekre, sőt a legkisebb településre is eljusson Magyarországon, emellett bejelentette, hogy hétvégétől egy új korszak indul az ő és a Tisza párt életében, és a kérdés az, hogy hogyan tovább, hova lehet építeni, hogy fogja építeni ezt a pártot. Ugye az az érdekes helyzet állt elő, hogy azt se tudjuk, hogy a fővárosi közgyűlésben az a 10 képviselő kicsoda, mit képvisel, hogyan fog képviselni majd a következő időszakban, és nagyjából az európai parlamentbe jutott képviselőkről is egy-kettőről tudjuk, hogy kicsoda és eddig milyen munkásság áll a háta mögött. Hát ugye Magyar Péter mögötti rajongás részben abból táplálkozott, hogy a baloldali szavazók már nagyon dühösek voltak a baloldali pártokra, mert nem tudták hozni az eredményeket. Magyar Péter pedig jelentett egy újdonságot. Viszont ahhoz, hogyha meg akar maradni a magyar politikai térben, az neki pártot kellene építeni, akik a, úgymond a hétköznapokban kommunikálnak helyette. Ha egy pártvezető vagy egy prominens pártag napi szinten meg kell jelennie a médiában, az hosszú távon nem fenntartható, illetve az adott illető hamar unalmassá tud válni a szavazók szemébe. Tehát kellenek neki ilyen emberek. Most ez egy óriási probléma számára, az, hogy most megint egy országjárást akar, úgyhogy egyébként nincsen kampányidőszak, ez azt mutatja, hogy szükség van valamiféle pótcselekvésre az ő részéről, muszáj, hogy újra és újra megjelenjen a médiában, nem tud más küldeni maga helyett.
valószínűleg nem is engedi, hogy mások beszéljenek maga a helyet. Viszont ugye ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mit fog mondani. Nyilván, hogyha elmegy vidékre, akkor arról hiába beszél, hogy a fővárosban mit fog csinálni, mert ez valószínűleg nem érdekel senkit se vidéken. Illetve ugye számára az is egy kihívást, egy problémát jelent, hogyha tart egy nagyobb gyűlést, mert azt is szándékozik tartani, akkor neki ott egy víziót kéne felvázolnia, olyan mért földköveket kéne felmutatni, amiket mondjuk a következő két évben el tud érni. Tehát önmagában az, hogy bejelenti, hogy majd egyszer valamikor legyőzi a Fidesz-KDNP-t, ez egy nagyon távoli ígéret, illetve ezt már nagyon sokan megígérték, de eddig nem sikerült a többieknek. Tehát neki majd valóban most már egy felkészült, jó kommunikáló politikus képét kéne felmutatnia, és hát azért az eddigi viselkedése, kommunikáció az ebbe az irányba. Nagyon pici időnk maradt meg. Mit tehetnek azok az ellenzéki pártok, akiket ön is említett, akiket gyakorlatilag Magyar Péter leradírozott az elmúlt választásokon? Gyurcsány Ferenc adott egy érdekes interjút, amiben hát gyakorlatilag magából kikelve beszélt Magyar Péterről és a Magyar Péter jelenségről. Mi lesz az ő hozzáállásuk Magyar Péterhez, és hogyan alakulhat ez a csata, párharc közöttük? Gyurcsány Ferencnek nem az elsődleges ellenfele most a Fidesz, neki az elsődleges ellenfele most Magyar Péter. Egyszerűen abból kifolyólag, hogy Magyar Péter a baloldali szavazókat szólította meg, baloldali politikussá vált, tehát a térfél, a baloldali térfél osztódott. Gyurcsány Ferenc nagyon bízott benne még idén januárban, hogy ezt a osztódást, ezt ő meg tudja szüntetni, de mint tudjuk, ez nem történt meg, sőt, ugye maga a DK visszaszorult, tehát láthatóan ideges, de azért Gyurcsány Ferenc egy nagyon felkészült, nagyon taktikus politikus, tehát ő még biztos tartogat egy-két ötletet a zsebébe, amit majd elő fog venni. Magyar Péternek viszont ilyen tapasztalatai nincsen, ami pedig a többi pártot életi, nagyon jól látszik rajtuk, hogy már a végnapjaikat érik, nem képesek politizálni, eddig se tudtak érdemi eredményt felmutatni. Gyurcsány Ferenc már régen bedarált őket. Igazából most már ez a többi párt részéről a történet arról szól, hogy valahogy 2026-ig a parlamenti frakcióik még fennmaradnak, addig még léteznek, és már ki tudja, hogy utána mi lesz velük. Köszönöm szépen az elemzést. Köszönöm szépen.